Az Élettér Egyesület szervezésében ültettek fűszernövény és eperpalántákat a Dózsa György Általános Iskola 7. és 8. osztályosai. Április 21-én a Koppány vezérúton található közösségi gyümölcsösök területén. A földnapjához kapcsolódó magaságyások kialakításában aktívan és lelkesen segítkeztek a diákok. Két helyen alakítottunk ilyen ágyásokat. Azért lesz jó mind a két helyen, ugyebár akkor le lehet venni a gyümölcsöt, ami, és egyben zöldséget, amit megtermelünk, vagyis ami majd nőni fog. Szőlőt is ültettünk, ugye van két olyan pad, ami helytörténetileg ide tartozik, ezeken a területeken bort termeltek, és otellót is ültettünk, otelló szőlőfajtát. Ez direkt termőfajta, úgyhogy mindig fog teremni, ha esetleg elfelejtjük megmetszeni is. A programnak köszönhetően a diákok egy kicsit beletanulhattak a kerti munkába. Epret és különböző fűszernövényeket ültetünk, van itt közben szemétszedés, és azt szeretnénk, hogy szebb legyen itt a környezetünk, és végül is szívesen vállalkoztunk erre a feladatra is. A 7.-8. osztályt megkértek, hogy ugye fűszernövényeket ültessünk, hogy akik erre járnak, nyugodtan szedhetnek epret, gyümölcsöt, többféle növényt. Nagyon örülünk, hogy hozzájárulhatunk a környezetünk szépítéséhez. A tervek szerint a Földnapja programsorozat részeként a köztéri alkotásokat, padokat is lefestették volna a diákok, azonban az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt ezt egy későbbi időpontra halasztották.